Ünnepi, protokolláris keretek között került megrendezésre a 46. katonai öttusa VB megnyitó ünnepsége a Zrínyi Miklós laktanyában a tegnapi napon. Mint ismeretes, Budapest rendezheti idén ezt a rangos eseményt, ahol az összes versenyszám egy helyszínen, a Budapesti Honvéd Sportegyesület Dózsa György úti központjában kerül megrendezésre. Az ünnepélyes megnyitó ünnepségen az összes résztvevő ország képviseltette magát versenyzőivel, de természetesen a Magyar Honvédség és a Nemzetközi Katonai Sportvilágszervezet, rövidebb nevén SZIZM képviselői is jelen voltak. Mielőtt Rafael Suárez Pinheiro da Cunha a SZIZM részéről megnyitotta volna az eseményt, Takács Attila dandártábornok, a szervezőbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. It is a great honor for our country, the Hungarian Defense Forces, our soldier athletes, and also for the Honvéd Sports Club Budapest, that it is Hungary who hosts the season 46 World Military Modern Marathon Championships. While organizing the events of the Marathon Championship, the Ministry of Defense Hungary, the Hungarian Defense Forces, the Honvéd Sports Club Budapest, Hungarian Modern Marathon Association wanted to emphasize the importance of the season motto, friendship through sport. We do believe that the power of sport and the spirit of fair play can build the dialogue and the cooperation, moreover, bridge any distance between soldiers and armies. Az eseményen természetesen jelen volt a házigazda BHS elnöke, Gergely István is, aki a rendezés nagy kihívásairól beszélt a Honvéd média stábjának. 20 ország, azért csak egy katonai öttusa világbajnokságról van szó, ahol nem csak a másodvonal, hanem abszolút az élvonal fog itt szerepelni. Viszonyatosan nagy kihívás ez nekünk, hisz most teszteljük le igazából a létesítményeinket és minden olyan képességet, ami ennek a kiszolgálására szolgál nálunk. Hát én nagyon bízom benne, hogy jól fogunk teljesíteni az előzetes készülődések alapján, a készültségi szint abszolút megfelelő szinten van, és úgy néz ki, hogy minden rendben is ez, de hát mindig az aznapi problémák, a feladatok szabják majd az újabb feladatokat, tehát nagyon bízunk benne, hogy abszolút a Magyar Honvédség is, a versenyzők is, a csapatok is, és minden kiszolgáló egység azt fogja mondani, hogy egy kiválóan jó öttusa világbajnokság volt, és hát nem utolsó sorban ez az első, amelyiket élben fogják közvetíteni is. Úgyhogy erre külön büszkék vagyunk, hogy ezt a Magyar Honvédség lehetővé tette. Mi, mint jó házigazda, abszolút próbálnak mindent kiszolgálni, minden résztvevőt, és hát jó hírét vinni magának a sportágnak is, a Honvédségnek is, és természetesen Budapesten is. Csak a Honvéd!